Trianoni megemlékezés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradó külön kiadását, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 7-én 18 óra 5 perckor. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Dédiné Kulturális Központban rendezett Trianon Együtt 100 című táncszínházi előadáson közreműködött a Debreceni Népi Együttes, a Főnix Tánc Együttes és a Flaska Banda. A műsor előtt Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az emlékezőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Kötelességünk megemlékezni történelmünk nagy sorsfordító eseményeiről, megemlékeznünk forradalmakról, szabadságharcokról, és megemlékeznünk szomorú, a magyarság számára megrázó eseményekről. A mai napon a trianoni békeszerződés aláírásának napján nemzetünk történelmének legmegalázóbb, legigazságtalanabb, legpusztítóbb eseményére emlékezünk. 101 évvel ezelőtt a központi hatalmak tagjaként más nemzetekkel együtt vesztessé minősítettünk, és ekétlentünk, mindközül a legsúlyosabban megbüntetve. Trianon mélységes igazságtalansága az oka annak, hogy 101 év után is feldolgozhatatlan a magyar lélekben az a méltánytalan ország és nemzetcsoknyítás. Az országgyűlés által 2010. május 31-én elfogadott törvény a következőket fogalmazta meg. Az országgyűlés kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ebből kiindulva az országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására. Ma van tehát a Nemzeti Összetartozás napja. Mi magyarok kiérdemeltük és megdolgoztunk, megszenvedtünk érte. És ahogyan otthon, a családban tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, bárhol is lakjunk, akár a szomszéd utcában, a szomszéd városban, vagy akár a szomszéd országban. Ugyanígy a nagy családunkban is a mi nemzetünk tagjai, akik a magyar nemzethez tartozónak érzik és vallják magukat, számíthatnak egymásra és a magyar hazára, Magyarországra, a világon, bárhol legyenek is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves karcagi emlékezők! Ha már az elején a sorsról beszéltem, akkor fejezzük be ezzel is, ezt a kis gondolatot, hiszen talán a sors akarta így, hogy a Nemzeti Összetartozás napján látogasson el Karcagra testvérvárosunk Székelykeresztúr delegációja, a tavaly ősszel megválasztott Koncz Hunor János polgármester úrral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök itt Karcagon, hiszen először jár Karcagon. És engedjék meg, hogy köszöntsem a delegáció tagjait is, Sebestyén Zsolt alpolgármester és Nagy Csaba képviselő urakat. Szepesi Tibor polgármester köszöntője után testvérvárosunk Székelykeresztúr polgármestere Koncz Hunor János osztotta meg ünnepi gondolatait a megjelentekkel. Megtiszteltetés számomra, hogy ma itt állhatok önök előtt, egy olyan másfél év után, amikor napról napra igazodnunk kellett a változó világ követelményeihez, bezártságba kényszerítve, szétszakítva. Értünk, és a mi megmaradásunkért zúgnak ma a harangok, szerte a Kárpát-medencékben, zúgnak a megemlékezés és a tiszteletadás hangján, mert ma van a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulója. És zúgnak, mert június 4-e gyásznap minden egyes magyar számára éljen bárhol is a világban. Ma péntek van, ami akaratlanul is a nagypénteket idézi számomra, amikor egy igazságtalanul meghozott
ám bár igazságosnak kikiáltott ítélettel keresztre feszítették hazánkat, Magyarországot, a nagyhatalmak, mert a vesztes oldalon került ki az első nagy világégésből. De a többi vesztessel ellentétben nem büntetni, hanem kivéreztetni, megölni akarták, és ez nemzetünk szétdarabolásában mutatkozott meg. Olyan emberek millióit büntették meg, akik mentek, mert hazájuk szólította őket. Nem tehettek róla, hogy egy olyan háborúban kellett harcolniuk, amelynek nem volt jó és nem volt igazságos oldala. Gondoljanak csak bele, mit érezhettek nagyszüleink, dédszüleink, akik 1920. június 3-án Székelykeresztúron egy kis mezővárosban milyen érzelmekkel tértek nyugovóra egy nehéz munkásnap után. Abban biztos vagyok, hogy az utolsó pillanatig reménykedtek, hittek benne, hogy csoda fog történni. És bár este még szeretett hazájukban feküdtek le, ám reggel mégis egy másik, egy idegen országban ébredtek. Ugyanazt a tájat látták, ugyanazokat a dombokat, a Jézus kiáltót, de már egy másik országban voltak. És igen, tisztelt emlékező közösség, az igazságtalanság, a 101 év után is igazságtalanság, és az is marad az idők végezetéig. Nincs, és nem is lehet más neve. Nagypéntek után azért mégiscsak reménykedhetünk a feltámadásban, ugyanis a mérhetetlen fájdalom, a csontig hatoló igazságtalanság mögött mégis látni véljük a reménység sugarát. Mert 101 megpróbáltatásokkal teli esztendő után magyar közösségeink ott élnek, ott terveznek, ott építkeznek és teremtenek jövőt az utánok következő nemzetékeknek. Erdélyben, Kárpátalján, Horvátországban, Délvidéken, az Őrségben, vagy éppen Buraközben, szülőföldjükön. Ez csak is azért van, mert volt hitünk, kitartott a reményünk, és meg akartunk maradni. Trianon megtanított minket, magyarokat arra, hogy akkor is boldogulni tudjunk, ha magunkra maradtunk, és akkor is talpra tudjunk állni, amikor csak magunkra számíthatunk. És bár az 1920-as békediktátumot nem írhatja felül semmi, a kiterjesztett magyar állampolgárság mégis nagy mértékben hozzájárul annak a tudatnak és érzésnek a megerősítéséhez, amely egyetlen magyar nemzetet feltételez, és az országhatárokat csupán egyszerű fizikai határoknak láttatja. Gondolataimat Reményik Sándor, erdélyi költőnk, 1918. októberében írt Erdély magyarjaihoz című versének első szakaszával szeretném zárni, amely a következőképpen szól. Hadd jöjjön hát, aminek jönni kell, idők lavináját, ernyett karok, ha többé fel nem tartják. De mi simuljunk össze, magyarok! Kiáltó szó, ha nem lehetünk már, egy titkos társaság legyünk. Kivándorolni, elbújdosni? Nem. Mi innen nem megyünk. Isten, áld meg összetartó nemzetünket, Isten áld meg a magyart! Az ünnepi műsorral Herz Vilmostól, a Debreceni Népi Együttes művészeti vezetőjétől megtudtuk, a Trianon Együtt 100 a 2020-as emlékévre készült, és az akkori debreceni bemutató után most második alkalommal Karcagon mutatják be, hiszen a pandémia miatt az együttesnek sem volt több hónapja fellépése. Nagy öröm számunkra, hogy olyan visszatérő vendégek vagyunk itt Karcagon. Most az Együtt 100 műsorra készülünk, ami Trianon emlékévére készült. Tavaly a 2020-as évadban mutattuk be a nagyerdei szabadtéri színpadon, és most itt második alkalommal Karcagon mutatjuk be. Ugye nagyon izgulunk, egy nagyon hosszú, zárt időszakon vagyunk túl. Ugye táncosaink egy fél éve próbatermen kívül voltak, csak online oktatásban, úgyhogy nagyon vártuk majd, hogy újra megérezzük a színpad illatát, a fényeket, úgyhogy most itt a lehetőség, hogy itt a Dériné Művelődési Központban ezt megmutassuk. A műsor a trianoni döntésről, az elszakítottságról szól, arról, hogy 100 éve és jelenleg is együtt vagyunk itt a Kárpát-medencében. Nehéz majd az utolján, de lehet. Hit nélkül nem fogunk kivezető utat találni abból a nagy káoszból, amely ma a világon uralkodik. A hit ma a legerősebb várunk. Amikor az egész világ harcban áll, és az ember magába száll, egész kicsiny lesz, és meglátja, hogy minden e világon múlandó
és hogy a hitnek ereje mennyire egyedi, amely átsegíthet egy ilyen nehéz koron. És nincsenek kis nemzetek, csak kis hitűek. És nincsenek kis emberek, csak kicsi hitűek. A nemzetnek három fő kincse van. Annak becsülete, függetlensége és nagysága. A döntés 101 éve megtörtént, és ma már nem azon kellene gondolkodnunk, miért történt, hiszen a magyarság ebben a nehéz időszakban is együtt volt, és együtt is lesz. A határok nem számítanak, nem tudnak minket szétszakítani. Ez a műsor fő mondanivalója, foglalta össze Herz Vilmos. Trianon együtt 100 a műsorunk címe, ugye történt egy politikai döntés 100 évvel ezelőtt, amit ugye a népek különböző szemszögből láttak, felfogtak, de mindenki azt mondta, hogy ez ugye egy zöld asztalnál történt döntés volt, és mégis mi megpróbáljuk ezt az elszakítottságot egy kicsit a színpadon összehozni. Ugye együtt 100 a címe, 100 éve is együtt voltunk, jelenleg is együtt vagyunk itt a Kárpát-medencében, és mégis a műsornak van egy olyan pozitív kisugárzása, hogy nem azon kellene most már gondolkodnunk, hogy miért is történt ez, hanem ez megtörtént, és ebben a nehéz időszakban is mi úgyis együtt vagyunk, együtt leszünk, a magyarság mindig együtt volt, együtt lesz, a határok azok nem számítanak, nem tudnak minket szétszakítani, ez a műsor fő koncepciója, fő mondani valója. Az Együtt 100-nak van egy belső szála is, ugye a Debreceni Népi Együttes 70 éves, és a Főnix Tánc Együttes 30 éves volt tavaly, ez egy ilyen belső párhuzam is, hogy a kettő együtt ugye 100-at ad ki. A Flaska Banda van itt kísérőzenekarnak ebben a programban, műsorunkban. Ő nagyon fiatal, tehetséges zenészek, egy nagyon ambiciózus csapat, és nagyon fontos azt megemlíteni, hogy 2019-ben egy világfesztiválon voltunk velük Törökországban, amit ugye meg is nyertünk, úgyhogy azt köszönjük is nekik, hogy végigkísértek minket egy ilyen nagy turnén, most pedig itt Karcagon láthatja őket a kedves közönségünk, reméljük, hogy majd jövünk még velük koncertezni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!